Na, köszöntök mindenkit, én Gergő vagyok, és hát végre meg tudtam oldani, hogy legyenek iPad gameplayek. Nos, hát ez kétféle módon sikerült ugye megoldanunk. Beállítottam Droid Cam-mel a telefont, mint webkamerát, és ugye a Reflektor nevű applikációval tudjuk venni, és most már valamivel sikerült megoldanom, hogy jobb legyen a minősége, mint a bemutató videónál, remélem azért valamennyire látszik, hát így se tökéletes, de nézzük meg. És mi másról csináljunk elsőnek gameplayt, mint a Clash of Clansről? Nemrég kezdtem el, hát aki nem tudná, ez egy ilyen nagyon jó stratégiai játék, de szerintem mindenki tudja, marha népszerű az egész játék. Lényege, hogy falvat kell építenünk, vagy várost, mindegy, hogy mondjuk, és ugye harcolni kell, ki lehet fosztani más városokat, akkor értitek, fejleszteni kell, nyersanyagot gyűjteni, stb. Katonákat képezni. Hát nézzük is meg, van egy ilyen shopunk, itt lehet dekorálni ezekkel. De szerintem ez most annyira nálunk nem lényeges. Mivel ez csak a kinézetet jobbítja. Tudunk-e valamit építeni? Építsünk egy ilyet. Ez most hasznos lenne, azt hittem, hogy csak egyet tudunk még építeni belőle. Nem tudom, miért hittem. Lényeg, hogy ugye benyomjuk ezt, és akkor épül egy ilyen aranytároló, mint láthatjuk, vagy nem tudom mennyire láthatjuk. 13 000 a kapacitásunk, és akkor most fejleszteni fogjuk egy kicsit, fel is fejlődött. Most már 14 500, ami még mindig nem valami sok. Gyűjtsük be egyébként ezeket a cuccokat itt, a nyersanyagokat, 2500 arany. Igen, mint láthatjuk, már is tele van, szóval fejlesztenünk kéne ezt a Gold Storage-et. Amíg fejlődik, az fél óra, úristen. Az úgy nem biztos, hogy előnyös lesz nekünk. Nem tudom, hogy most 10 gyémántot eldozzunk be? Szerintem eldozzunk. Hát mert gameplay van, akkor miért ne, értitek? Mondjuk nem lett sokkal több, 16 000 a kapacitásunk. Ha még egyszer fejleszteni akarjuk, az viszont már egy óra. Fejlesztjük is, viszont nem eldozunk be most gyémántot, mert az már 19 lenne. Ami elég sok szerintem. Gyűjtsük be ezt a másik két cuccot, hát igen, már is fullig vagyunk az arannyal, és majdnem az elixírrel is, ami marha jó szerintem. Azonban fejlesszük a falunkat, mert az mindenképpen lényeges, hogy mennyire tudnak minket kirabolni, és most már csak egy nap és 10 óránk van, amire tudnak fosztogatni, mivel le fog járni az a pajzs ott fent. Akkorra értitek. Na, fejleszgetjük, ugye 1000 ilyen goldba kerül egy falfejlesztés, ami kőfal emeli, mi is jön a kő után. Ha ilyen szép kő. Most ilyen zúzott kőből van, vagy nem tudom, hogy mi ez ilyen kő zúzalék. Most tudsz. Jó. Aha, és most már tudunk ugye begyűjteni goldot, ami nem fért el, ami 708. Hát igen, nem valami sok arany. Viszont várjunk, tudunk még itt begyűjteni, vagy 21 a semmi. Jó, szerintem minden aranyunkat begyűjtöttük, igen. Szóval maradt 5757 aranyunk, nézzük meg, hogy valaminek eldozzuk-e be a fejlesztésére. 1500 az Elixir Storage-et fejleszteni, ami 3000-et ad hozzá, de hogyha itt fejlesztjük, akkor plusz 6000-et. Nem tudom, hogy melyiket lenne érdemes most fejlesztenünk. Szerintem ezt a 6000-eset mindenképpen. Viszont, hogyha ezt fejlesztjük, akkor tudunk építeni két ilyen kis falacskát. Ja, tökéletes. És akkor fejlesztjük is szerintem 4-es szintűre. Azaz már 4 ilyen kis gömböcskénk lesz. Tök menő szerintem. Kitüntetésünk még nincs. Legalábbis új, amiért gyémántot kaphatnánk. 8-as szinten vagyunk. És úgy látom, hogy fullig vannak a katonáink, viszont építettünk volna még egy ilyen katonatárolós cuccot. Na mindegy, viszont ez most sajnálatos módon elmaradt. Nagyon szívesen megtámadnék itt valakit ezzel, viszont az a gond, hogy akkor lejár a pajzs és minket is tudnak támadni, tehát ezt így az elején gondolom érdemes kivárni, vagy nem tudom. Hát támadjuk meg ezt a goblin erődöt, vagy mit. Nézzük is. Igen, van 20 egységünk, és van neki 2 ágyúja. Szerintem az úgy lenne célszerű, hogyha letennénk 10-et ide.
és a többi tizet ide. És akkor ezek szépen szétszúzzák az ágyújukat, tudok beszélni, mindegy. Na most mi történt? Egy kis technikai nehézség. Gergurocki PC. Tükrözésbe. Tökéletes, meg is vagyunk. Jó, és akkor szétszúztuk az ágyújukat, ugye, és most már nincsen semmi védelmük nekik. Ami szerintem elég hasznos. Hú, most nagyon belaggoltunk valamiért. Jó, itt tökéletes. Nem tudom, hogy mi volt ez a lag. Úgy néz ki, hogy ez a reflektorok nem tökéletes. Egy csillag nem. Három csillagos lett, remek. Aha, is belútoltunk pontosan 1000 goldot és 1500 elixírt. Tökéletes. Vissza is megyünk. De itt nem tudunk már gyűjteni, mert hogy tele van az elixír tárolunk. Igen, az annyira nem előnyös, szerintem. A katonáinkat meg ugye újra képezzük. Így, mi? Tökéletes. És akkor tudunk-e még valamit csinálni? Vagy van-e még valaminek értelme itt? Szerintem most mindent megcsináltunk, több cuccot nem tudunk. De még elixírt azt gyűjthetünk végül is. Remek. Egyébként nem tudom, hogy nálatok így mennyire látszik a gépen, remélem, hogy azért valamennyire látszik. Így élvezhetőbben viszonylag. Mármint, hogy jó minőségben. Na, most várjuk ki, amíg ezeket kiképezzük. Szerintem áldozzunk be érte két ilyen cuccot. Vagy nem tudom. Lehet, hogy az kellene. Beáldozzuk mondjuk ezt az egy gyémántot. Aztán pedig ugye így fullig leszünk, mert itt véletlenül 20-at képeztünk, amikor annyit nem tudunk fenntartani. Csak 8-at beáldozunk, még egy gyémántot, és tudunk támadni. Ígyni. Na, most már valamivel komolyabb az erődítményük. 3 ágyújuk van, és faluk is, ami nem annyira menő. Nem tudom, hogy ezt sikerül-e 20-szal kifosztanunk. Egy helyre dobjuk el mind a 20-at, nem tudom, ez mennyire jó megoldás, még kezdő vagyok ebben a játékban. Nos, hát úgy látom, hogy elég szépen elintéztük ezt az első ágyút. Viszont, igen, ez nagyon idegesít, hogy nem mi irányíthatjuk az egységeket, hanem ilyen idióta módon bombázzák szét azt, amit gondolnak. Jó, most azt tudom, hogy van ilyen több egység, például a goblinok azok rámennek a pénzre, meg ilyenek, de hát most nézzétek meg, emiatt fognak minket leverni itt. De nagyon durván. Habár nem biztos. A városháza szétszúzódott, jó, már nyertünk 2 csillagot. Na most szurkoljunk, hogy mi van. Fú, de belaggoltunk, úristen. Na igen, itt valamivel jobb. Az a baj, hogy néha belaggol ezzel a reflektorappal. Az még tört szét, léci, ez az, köszönöm szépen. Tökéletes, hát az már nem fogja azt lezúzni. Minden esetre egész szépen kifosztottuk, ahhoz képest, hogy csak 20 egységünk volt. És minden maximálisan el is lootoltunk, ami nagyon menő. 1000 goldot és 1500 elixírt. Ami elég király szerintem. Aha, nem tudunk támadni, mert előtte tréneljünk katonákat. Igen, akkor én szerintem most itt vissza is tréningelem az összeset. 20 másodperc egyébként egy ilyen. Lehet, hogy ez a Clash of Clans az olyan lesz, hogy így időnként csinálok róla gameplayt, tudjátok, mert mint egy ilyen kisebb sorozat. Nem az a sorozat, hogy első, illetve hát olyan lesz csak. Tehát csinálok közben dolgokat, és értitek. Akkor úgy néha-néha bemutatom, hogy meddig jutottam el. Ez úgy tök menő szerintem, ezt a kurzort vigyük már el innen. Mit kéne csinálni egyébként így következőleg? Szerintem ezt az Army Campet mindenképpen föl kéne húznunk, mert akkor már 40 katonánk lehet, és... megint belaggoltunk, hát ez kész. Jó. És... ugye 20 katona már nem elég, hogy a következő városkát is elintézzük szerintem. Legalábbis nekem eléggé úgy tűnik. Bár meg tudjuk nézni, hogy milyen ez a város. Nézzük meg szerintem, ha mondó vagyok. Aha. Itt fel tudjuk deríteni. Hát ez annyira nem durva szerintem. Ja, de ez ilyen dagadt ágyú, ez nagyobb. Aha, az úgy már lehet, hogy nehézséget jelent nekünk. Ez ilyen baromi nagy, bitang nagy ágyú.
Ez meg egy picike. Aha. Hát maximum úgy tudnánk elintézni, hogy ide nyomjuk le a 20-at, és akkor imádkozunk. Megpróbáljuk? Próbáljuk meg még ebbe a részbe. Közben így begyűjtjük a cuccocskáinkat. És akkor beáldozunk két gyémántot, ha már úgyis 240 van, most már csak 239, akkor miért ne? És akkor szépen megtámadjuk most őket. Na, ezek így berohannak szépen. De mi már egyből mind a 20-at ide dobáljuk, ez az ágyú az, ami lehet, hogy most nagyon rossz döntés volt. Bár nem biztos, mert úgy látom, hogy elég durván széttörtük. Csak igen, ez idegesítő egy kicsikét, hogy... hogy végig mennek ezek a hogy végig mennek ezen a bombás útvonalon, és ez nagyon durván lesebezte őket. Ez így jó megoldás, hogyha bemennek, akkor felrobbannak a bombák, lehet, hogy nekem is valami ilyesmit kéne csinálnom a városomnál. Minden esetre most szépen kilútolgatunk mindent. 50%-nál már egy csillagot kapunk, és akkor megcsináljuk a pályát, hogyha addig eljutunk. Csak nem tudom, hogy eljutunk-e, de az az igazság. Aha. Na, de ne a házakhoz, úristen! De már két csillagosra megcsináltuk, csak belaggolt az előbb, úgy láttam. Hát az így percenként beloggol egy per másodpercre ez a program. Nem a legelőnyösebb, de szerintem a net miatt van ez az egész, ja. Ne nagyon mozgassuk, és akkor nem lesz lag. Aha, és legyilkolt az összes katonánkat, de attól még Viktóri van. És 1500 goldot begyűjtöttünk, és 2000 elixírt. Hoppá, csengettek, egy pillanat. Szerintem ez a videó ennyi lett volna, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy itt voltatok, és sziasztok!